Az elmúlt napokban foglalkoztunk azzal, hogy itthon a lakosság nagy része nem mindig biztonságosan használja a közösségi oldalakat, könnyen az adathalászok és nem ritkán csalás vagy zaklatás áldozatává válhatnak a netezők. Hasonló sajtóvízhangot kapott az is, hogy itthon a fiatalok egyharmada közösségi média függő, megfigyelhető ugyanis, hogy a vizsgált 16-37 évesek között 30%-uknak, hogyha felszabadul néhány perce az iskolában, a munkahelyen vagy otthon, az első dolga, hogy végig görgesse a közösségi oldalakat. A stúdióba pszichológust hívtunk, és erről fogunk beszélgetni. Lévai Ágnes Melinda a vendégünk. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Nos, hát a statisztikusokkal nem vitatkozunk, mert informatikusok, statisztikusok mérnek, aztán látják, hogy hányszor lépünk föl azokra a bizonyos közösségi oldalakra, akár egy nap is, és ebből valamilyen statisztikákat összeállítanak, de azért azt nem vitatjuk el, hogy ez a korosztály, a 16-37 éves korosztály elég sokat használja az internetet, és elég sokszor nézi meg a közösségi oldalakat, de ez önmagában véve még nem függőség, ugye? Igen, az állítás első része is igaz, és a második része is. Függőséget tulajdonképpen egy új pszichiátriai kategória kell lassan, hogy képezzen, hogyha valódi függőségről van szó, mint korábban a szerhasználatokkal kapcsolatban, vagy a játékgépezéssel kapcsolatban. Azért a függőség egy nagyon komoly kontrollvesztett állapotot jelenthet, amikor a saját életfeladatát felülírja az, amit éppen a közösségi oldalakon tesz. Azt, hogy ez a generáció nagyon nagy mértékben és nagyon sok időt tölt ezeken a közösségi oldalakon és egyéb internetes fórumokon, az egy vitathatatlan tény. És akár a szokásrendszerét tekintve, az egyén szokásrendszerét tekintve, hogyha túl sokszor látogatja ezeket az oldalakat, vagy nézi meg ezeket az oldalakat, és tényleg akár a munkahelyén, akár olyan szituációkban, amikor nem lenne muszáj, akkor ez valamilyen rossz szokássá alakulhat-e? Most pszichológiai értelemben kérdezem természetesen. Igen, itt mindig az a kérdés, hogy mire használja ezeket. Információgyűjtésre, saját képek posztolására, kapcsolatfelvételre, vagy van egy hivatalos oldala. Tehát tulajdonképpen a felhasználás célja és módja nem elhanyagolható kérdés. Azt, hogy a fiatalok folyamatosan fent lógnak, hogy ilyen fiatalos lengeléjek, az tulajdonképpen önmagában, mint már említettem, nem feltétlenül függőség, hogyha nem veszi el a meghatározott életfeladatától és az offline térben töltött idejétől a mindennapjait. Ez azt jelenti, hogy ha fölmegy, hogy megnézze, hogy kapott-e internetes üzenetet, vagy valamilyen hírt, ez önmagában még nem probléma. Azt, hogy milyen fórumokat keres meg az internetről, mert hogy itt nem csak arról van szó, hogy valamilyen online térben, valamilyen közösségi oldalon kapcsolatokat keres, hanem arról is van szó, hogy szörföz az oldalakon, különböző linkeket nyit meg, egyik linkről halad a másikra, és tulajdonképpen barangol ebben a nagy hálózatban. A pszichológusok fölteszik-e a kérdést, illetve ugye erről már komolyabb kutatások is szólnak, hogy miért szeretik a fiatalok az internetet, miért szeretik ezeket az oldalakat vajon ennyire, és akkor ezt hozzá kell tenni. Hát itt tulajdonképpen arról kell beszélni, hogy miért van szükségük ezeknek az oldalaknak a használatára. Itt nagyon nagy mértékben a pszichológus szemével az önbizalom kérdése merül fel. Tehát, hogy mennyire érzi ő biztonságos térben magát egy ilyen online térben, és mennyire tud érvényesülni egy offline térben, a valóságos közegben. Azok a fiatalok, akiknek van egy valóságos közegük, ahol a saját korosztályukban élő kapcsolatok vannak, ahol a családban megélt tapasztalatok vannak, olyan fajta közös programok, amelyekből tud merítkezni, akkor várhatóan, vagy vélhetően ő egy megfelelő önbizalommal rendelkezik, egy olyan fajta magabiztossággal, ami nem teszik szükségszerűvé a számára, hogy az online térben nyerjen valamiféle visszacsatolást és önbizalomkeresést. Hogyha nagyon fiatal korban a gyerekeknek sérül az a narcisztikus énjük, amikor
amikor nem kapnak elegendő pozitív visszacsatolást arra, hogy ők képesek valamire, hogy ők jók tudnak lenni valamiben, tehát narcisztikusan sérül az énjük, akkor tulajdonképpen olyan élethelyzeteket keresnek maguknak, ahol ezt pótolni tudják. Ezek a közösségi oldalak erre kiválóak. Tehát feltölt egy képet arról, hogy milyen jót főztem, feltölt arról egy képet, hogy milyen remek buliban voltam, milyen jó az új szerkum, és hogyha kap 200-300 akárhány lájkot, akkor tulajdonképpen elhiszi magáról, hogy ő egy sikeres ember. De ezzel az a probléma, hogy ez nem egy valós helyzetet mutat, hanem ez egy mintha kapcsolatot mutat a szintén online térben lévőkkel, és egy ilyen mintha elismerést kapnék állapotot hoz létre. A másik gondolatom ez lett volna, hogy a valós kapcsolatok rovására mehet, hogyha ezen a felületen tartják a kapcsolatot a fiatalok, már pedig ugye ez is ezt bizonyítja. Mindenképpen. Tehát az egyensúlyt kell megtartani. Nem arról van szó, hogy ebben a digitális világban el kell tiltani őket mindenképpen. Nagyon sokszor használják a szülők büntetési eszközként, hogy elveszik a telefont, a laptopot és mindenféle informatikai eszközt, teljesen, tehát zéró toleranciával. Tulajdonképpen az, hogy teljesen megvonunk ilyen digitális eszközöket a mai fiataloktól, az nem csak büntetés, hanem tulajdonképpen korlátozunk is őket, akár a tanulásban, vagy bármilyen hasznos információszerzésben. A mérték, az egyensúly az, ami nagyon fontos. Azt, hogy ne elsődlegesen onnan merítsen olyan fajta információt, olyan fajta énkép erősítő visszajelzéseket, amelyek az ő számára azt gondolja, hogy hasznosak, hanem a valóságos térben kellene ezeket megszerezni. Pszichológusként ezeket a történeteket úgy lehet kiegyenlíteni, hogy megnézzük, hogy milyen az a szociális háló, amit ő megél, amiben ő részt vesz, hogy hol van az a szociometriai hálózat, amiben ő helyet talál magának, és mi ebből az offline tér, és mi ebből az online tér. Milyen kapcsolatoknak milyen fajsúlya van, milyen minőségben éli meg ezeket, és hogy ezeken belül hogyan tud tájékozódni. No hát ezzel akkor már komolyabban is, szakákszerűen is foglalkoznak a pszichológusok, szociológusok, és nem lehet erről eleget beszélni a nyilvánosság előtt sem, úgy gondolom. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk.